Na hát, várni kellett egy 3 hónapot, de már nyomjuk a falgást, és hát gőzöm sincs, hogy mi a helyzet a játékkal, mert már 1000 éve nyúltam hozzá, nem néztem meg, hogy milyen eventek jöttek, milyen skinek vannak, néha-néha feldobta a Twitter, hogy most éppen jött egy skin, vagy valami event a játékhoz, de annyira nem foglalkoztam vele. Most ahogy látom, itt van valami Team Time, és ez az event január 9-éig tart. Mindjárt megnézzük majd, hogy ez micsoda, illetve van valami Better Together squadba vagy barátokkal, aha, megjutalmaznak minket. Ez a Team Time, ez január 9-éig tart, ez pedig január 18-áig, ez a Better Together. Úgyhogy ez lesz most. Remélem, hogy minden működni fog. Azt mondja, hogy aha, ez az event van most még 12 napig. Squadba kell játszani. Qualifyolni kell squaddal. Jó, én azt mondom, hogy kezdjük ezzel. Milyen jutalmak vannak? Aha, később feloldódik még több challenge. Ó, érdekes. És akkor így többször kell visszanézni a játékhoz, gondolom én. Ezt úgy oldották meg. Itt van egy ilyen szívecskés nameplate. Itt van egy ilyen szivárványos cipellő. Szivárványos köpeny. Ilyen köpenyem nekem még nem is volt. És ez micsoda? Ó, szívecskés pattern. Jó. Milyen skinek vannak mostanában? Ahogy látom, az eventhez tartozó skinek is bent vannak. Ezek a skinek, ezek honnan vannak? Ismernem kéne amúgy? Omniment például? Úgy ez az Omniment, ez nagyon jó. Micsoda? Csupán 500-ba kerül? Jaj, nekem ez tetszik. Ja, és ez csak upper. Aha. Vannak cicákok. Szevasztok, srácok. Jó. Hú. Hát ez a csirek sem rossz amúgy. Ezek a csirek sem jó. A hájmem volt? Azt nem vágom, az a helyzet az. Az nekem nincs meg. Jó. Jó, hadd szóljon. Elvileg vettem valami skint. Hát az a helyzet, hogy ha vettem is, már nem emlékszem mit, úgyhogy gyorsan átzongorázom itt, hogy mik vannak nekem. Szerintem Dr. Hús skint vettem. Igen, azt nem láthattátok, hogy én a Dr. Hús skinbe nyomom. Úgyhogy most az lesz. A Dalek Rucit fel fogjuk venni. És ma nyomatjuk az Exterminate-et. Szevasz, Fredrog. Aha. Szerintem ez jó lesz.
patternek keresünk mindjárt valami jót. Van egy csomó patternünk. Szerintem keresünk valami más színt. Próbálok olyat keresni, amilyen a Daleknek a színe is. Na, ez a helyzet, olyat nem látok. Talán amúgy ez az. Nézzük csak. Uh-huh. Ez olyasmi, nem? Talán ezzel lesz jó, aha. Szuper. Nagyon jó. Hát ez zseniális. Na, tehát mit akarunk menni? Azt mondja, hogy az a lényeg, hogy squadot nyomjunk, tehát nem a szólósok kell nekünk. Hanem gondolom ez a tornament is jó lehet. Igazából kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, úgyhogy most erre ugrunk be rögtön. Exterminate. Jaj. Mondtad-e már, hogy utálod az Excel VBA-t kódolni? Azt hiszem említés már tettél erről, Pedrog. Csak szerintem halk amúgy a játék. Szerintem halk, úgyhogy most tettem rá hangot. Ha még így is halk lenne, nyugodtan szóljatok. És akkor állítok rajta. Biztos e-sportolom. Nem e-sportolom. Akkor még nyerhetek? Én szeretem ezt a játékot. Amúgy. De nem vagyok benne jó. Meg én szívtam. Halk volt? Meg elsportolom itt magamnak rendesen. Pedig szeretem. Jaj, de jó. Hát ezt még jobb is nézi, mint hogyha elsportol. Mint hogyha itt elsportolnánk a sráccal. Ez jó volt első körnek, már is kaptunk jutalmat. Nagyon jó. Ez egy kiegyenlített küzdelem volt, ez így van. Mert a következő. Ez egy erős kezdés volt. Úgy érzem, hogy ezt nehéz lesz überelni. Talán, hogyha nem esek ki, akkor lehet überelni. Pillanat. Szia, Attis Vok, lesz-e nézők a játék? Nem.
Na nézzük. Exterminate. Na ő biztos sokkal jobb játékos. Ő egy lovacska. Nem. Ő egy olyan harapós hal. Na ez jó volt. Ahogy hívják azt a halat, aminek ilyen világító van a száj előtt? Na ő egy olyan. Nem baj, hát most megtanulunk játszani. Erős, erős. Én úgy emlékeztem, hogy ez jobban ment. Micsoda, már három pontja van? És már valaki engem spectétel? Már négy pontja van? Hát annyi nem is lehet. Na jó. Szegény Dalek amúgy. Na ez a bónuszpont volt. Lehet, hogy csak nem vagyok formában. Hogy észreveszem, kevesebb vetődés kell sokkal. Ott van. Hát igazából, hogyha játszunk, tehát... Én igazából át akartalak titeket verni, mert 21 gyors mellett megyek, és azért 7000 Battle Pass pont jár. Az a cél. Gyors 25 menet, és akkor könnyed pénzek. Valahogy azért bennem elsebet, hogy ez még a IRL is könnyebb, mint most itt a játékban. Na majd most. Bízom benne, hogy most nem kapok egy elsportoló játékost. Legalább a második fordulóig jó lenne eljutni. Micsoda kivárásra játszott. Ez amúgy reményre adhatna okot, de az a helyzet, hogy... Nem megy olyan jól. Hoppá, most több a pontom. Az ellenségnél. Opa! Opa! Kettővel több pontom van az ellenségnél. Hárommal. Na most mondom, mit csinálnak az e-sportolók. Valami ilyeneket. Így. Szerintem ő fel is adta. Az e-sportolók olyat csinálnak, hogy nem hagyják átmenni a labdát. Ugrás és fejelés a titok? Na hát, sikerült tovább menni. El se hiszem. Harmadik kör? Vagy negyedik körre? Progressz van, srácok. Történnek ilyen progresszációk.
Vajon mi lesz a következő kör, ugye? Milyen meglepetés lehet Valiból. Ah, tudom mi a gond. Én ezt eddig mindig duál sok négyen játszottam, és most duál szenzen játszom. Ez lesz a probléma, srácok. ez a gond. A kontroller. Tuti biztos. Mizupocó. Na itt most már kettő labdát kell egyszerre mozgatni, tuti. Hát jó, de egy vörös panda ellen játszok. Ez már eleve csalás. Mondjuk már az csalás, hogy neki egy Dalek ellen kell nyomnia. Jaj, hát ezt benéztem. Lüt, 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 lüt. Táncban. Ez nagyon sunyi volt. Ez nagyon sunyi lapos volt. Jézusom! Hát ez elég béna volt. Holnap megy a Pokémon Go kombé? Nem hiszem, pocó. Neked igen, Andri? Andrinak megy. Szóval ez kettőkörös, és kétszer kell nyerni, és hogyha nyerünk, akkor jók vagyunk. Jó. De kvalifájoltunk, az már előrelépés. Az már előrelépés. Na. Hát még. Szétfejelünk mindenkit. Pam, 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 pam. Pont délutános leszel? Hoppá. Na hát akkor sok shiny-t. Pocom. Mire várunk még? Na ez az. Na, hogyha megnyerem mindkettőt, akkor sorsolok egy játékot, mint szóltam. Az nagyon jó lett, szerintem. Miért mentett amúgy a srác?
Ne! Benéztem! Ne. Benéztem a perspektívát, vagy mit. Benéztem, elnéztem. Ez most jó volt, ja. Mármint akkor lehet volna jobb, hogyha le is ér egyébként a labda nála. Akkor sokkal jobb lett volna. Ajaj, én úgy látom amúgy, nem akarnak az emberek előrejelzésbe részt venni. 40 perc után, 40 másodperc után 40 csatornapontot raktatva. Nem szeretik már ezeket az előjelzéseket, vagy nem tudom mi van. Pedig még muzsika is van rá, hogy... Na nézzük! Most ilyen csillagos, csillag napszemüveges, vagy milyen... Csillagszemüveges ellen játszunk. Na hát az első pontunk megvan. Jó, a második is megvan. Ez erős kezdés. Ez erős kezdés eddig. Azt nézzétek, milyen csavartam rajta, szegény. Hát, ilyen gyorsan se szereztem még pontokat. Na, hát... Én általában az ellenséges játékos szoktam lenni. Szegény srác. Szegény srác. Becsület pont azért bepattintottam. Pattintottam. Szegény. Na nézzük. Sikerül a következőt megnyerni, és akkor meg lesz a game win, meg lesz a korona. Megnyeri a következő játékot? Újjúj. Újjúj. Hát akkor ez az előrejelzés nekem nem volt annyira egyértelmű. Sorry, én azt hittem, hogy a következő játék az a teljes játék. Mert ugye ez két körös. És ez a finálisa. De mi ez volt? Nem tudtam mozogni, haló? De izé szemét volt. Ah. Ah.
Ja. Ez a legnagyobb szívás, amikor innen hozzá tud nyúlni a labdához. Nem látom, mi van, hát ilyenkor. Lehet, hogy ez egér billentyűzettel jobban menne. Ez szívás. Na, legközelebb legyünk pontosabbak az előrejelzést illetően, mert azért nem, tehát hogy a játék ugye az erre a teljesen vonatkozik. Az meg csak kör. Szívás. Jó lenne egyet nyerni végre. De már ez javuló tendencia, mert most már sikerült a másodikba bejutni másodjára. Fura volt egyébként, hogy most ez ment tovább. Ezt annyira nem értem. Hogy mehetett ez tovább, hogyha az előzőnél ez volt a finális, a második kör? Na jó, srácok. Most meg már rögtön a finalbe megyünk. Azt miért írja ki, hogy final akkor? Akkor, mint játékmód, final? Nem tudom. A kapitány ellen játszunk. Kis Dozer, köszi szépen a 22 hónapot, srácok, peregenek azt fogják Kis Dozernek. Ez a legveszélyesebb, amikor ide lövöm. Na hát, ez szép van. Köszi a pergetés, srácok. Miért fordult a srác? Na? Jajjá, lássák, két év Kisdozer, igen. Köszi szépen, köszi. És köszi szépen Zakika, de hol a lesebet és Astronista tergetést. Aha, tehát a finalbe kerülünk. Ugye... A Dalek az Alien-nel összejött. Egy körből összejött, srácok. Megvan. Most már büszke vagyok. Milyen jól áll a Daleknek a korona. Boldog új évet, Piepu Ágyik. Megnézem én neked, jó? Beköszöntél-e idén? Azt mondja, igen. Írtad másodikán, hogy szép napot, sziasztok, boldog új évet. Milyen jó, szápás pattern. Mondtam nektek olyat, hogy játékot sorsolok? Kamusztam. Igen, ez a Dalek a Dr. Who-ból, jól emlékeztek. Már is intézem. Bogasov, köszi szépen a 100-as sírt, köszi szépen a támogatásodat. Na,
Hozom, már is hozom nektek a játékot. Játékokat. Na. Hát. Nem is én lennék, hogyha nem valami keménnyel kezdenék így már rögtön az elején. Srácok. Egy Shadow 4 Definitive Edition. Egy Steam-es kulcs. Ilyet lehet most nyerni. Ha valaki szeretne. Hajrá, hajrá. Hello, 2023-ban látom, már csak botlobik vannak. Na, Sumi, szép, szép. Rögtön, rögtön meggyalázzátok itt a vinemet. Na hát úgy néz ki, hogy nem ez a játékmód kellett, de kipróbáltuk ezt is, úgyhogy most már tudjuk. Akkor squat show kell. Ja. Tehát egy Steam-es kulcsot lehet nyerni, ami a Shadow 4 Definitive Edition. Hajrá, hajrá! Lesznek még itt jó játékok, akik itt voltak a Vasember építő streamen, azok tudhatják, hogy mégis pontosan milyenek. Olyanok, olyanok lesznek most is. Tehát, hogyha nyerünk, ha szerzek koronát, akkor kaptok játékot még. Jó? Lily Leapers. Minden esetben nagyon szépen köszönöm még egyszer. És nektek is, neked is boldog új évet. Ezt a pályát is szerettem, kíváncsi vagyok, hogy most hogy fog menni. Az már nem jó hír, gondolom, hogy hárman vagyunk a szkadomból. Az már gondolom egy... elég nagy fekete pont. Ja? És az megvan, hogy már ki is léptek ketten a szkadomból? Wow! Ilyen játszani ezzel a játékkal. Mi ez a bementem a célba hang? Ja, ez nem is bementem a célba hang, azt hittem. Olyan hangja van, mintha bementem volna a célba hang. Szóval ketten kiléptek, de a negyedik már be se töltött. Ez komoly, ez konkrétan solo squad volt, így van. Vajon kiesik a Jánter egyedül? Hamarosan kiderül. Is estünk, nagyszerű. Nagyszerű. Legalább ilyenkor, mit tudom én, botokkal helyettesítetni a csapatot, vagy mit tudom én, érted? Tiszta lolkopi, lívelő csapattársa. Igen, meg tiszta siege-kopi. Most ezt hadd ne nézzem már végig. Hát akkor nem kapok jutalmat. Ezt utálom amúgy a legjobban ezekben a multi játékokban, hogy már tudod, hogy szar, de nem léphetsz ki, mert akkor neked még szarabb lesz. Amit nem lesz még szarabb, csak neked szarabb lesz. Nem, mint hogy neked is szar lesz. Na hát most már vége, akkor lehet leave-elni. Nagyszerű volt! Azt amúgy másodiknak értem be.
Valami olyasmi. Szia, Donci! Szevasztok, szevasztok! Na, hát addig, ha valaki szeretne nevezni, srácok, a Shadow 4 Definitive Edition-jére, ami egy Steam-es kulcs, az most még megteheti 5 percig. Jaj. Ja, nekem nagyon tetszettek a derekok a Dr. Who-ba, úgyhogy azért is ruháztam be erre a skin-re. Na, hát most meg ketten vagyunk. Squad game-ek. Ugye? Squad game-ek. Miért nem vár tovább a játék, hogy találjon nekem csapattársakat? Ja nem, a hárman vagyunk. Jó. De amúgy négyen kéne lennünk. Azért abban nyugtassatok meg, hogy azt jól tudom, hogy négyen kéne, hogy legyünk. Fú, te! Hát ez most nagyok, nagyon nagyokat megy. Mi csapatunkból már bent is van egy. Nem mertem a... Ja nem, nem a mi csapatunkból volt bent egy. Azt hittem, hogy miénkből volt bent egy. Na nézzük! Társunk Nolik 6666. Társunk visszafele fut. De miért? Vajon miért futott visszafele? Az a helyzet... Én nyomom az Y-t. Én nem tudom elképzelni, hogy amúgy itt tényleg valaki így nyomja a forgászt. Ez nagyon nehéz ák. Hát, hogy lejött kettőt is, csak mondom, hogy kettő platformot lejött. Simán csak béna? Jó, jó. Akkor hogy ment föl? Na mindegy. A szerintetek csak béna, akkor jó. Véletlen sikerült felmennél? Mi bének tartsunk össze. Jaj. Na. Azt utálom. Ha valamit, akkor ezt utálom. A rínókat. Kiszámíthatatlanok. Mikor csúszannak rátok? Ha még csak egy rínó lett volna, de jó lett volna. Ez a kis mókus nagyon aranyos. Ez mibe is volt? Nem jut eszembe. Még egy percig kell kibírni, de hát ez nagyon sok. Stop.
valami iszonyatosan nagy szerencse kellene. Úgy jó. Yes. Na, Elsebet, hát Elsebet, te milyen kódokat ismersz itt a chatten, hogy így a mi az nyereményjáték lezárta után is még csatlakozol. Gyanús vagy te nekem, Elsebet, gyanús vagy. Na nézzük ki a szerencsés. Zakika, hát hajrá. Már ha itt vagy persze, de hát miért ne lennéd? GG a játékhoz. Hamarosan küldöm Twitch súttogó üzenbe a nyereményedet. A Shadow Fort. A Definitive Edition még hozzá. Mi? Ezt nem is ismerem. Új pálya. Srácok, új pálya. Audrey kedvenc pályája, kedvenc módja felett újítva. De random miért mozdul meg a karakterem amúgy? Miért ugrott egyet a levegőbe a karakterem? Miért akarunk kiesni amúgy? Rakjuk már le ezt a... Jó, leesett. Nem értem. Itt mi a lényeg amúgy? És miért akarunk kiesni? Bárcsak érteném, hogy amúgy itt mi van. Emelkedik a vízszint? Tényleg? Már negyedikek vagyunk. Jó, ez nem Audrey kedvenc játékmódja volt, ez nem tudom mi volt, nyertünk. Oké. Okay. Nincs így Zakika, újra kell sorsolnunk. Zakikát várják a hármas kasszánál. Ez olyan elég gagyi mód volt, vagy nem tudom. Lehet, hogy ez 200 IQ kell, azt nekünk csak 100 van. Nem tudom. Blokkpa. Na hát ezt mindenki érti. Na hát így, akkor még van esélye Astromisnak, Debulonnak, illetve Elsebátnak is nyerni. Astromist egyet, Debulon kettőt, Elsebát meg három. Három jegyet vett.
Jó, de itt 187 embernek, plusz neked van 100, többen vagyunk. Ja. Ja, mondjuk igaz, ti se értettétek annyira, hogy most itt most mi van. Vagy csak nem akartátok elárulni, hát a kiesek mi? Micsoda táncokat nyomat ott a viking pószer. Ezt szeretem, ezt a játékmódot, ez olyan egyszerű. Na, mocsa monster már le is esett. Az a durva, hogy negyedikek vagyunk, mert három emberrel játszunk. És ezért kieshetünk, értitek? Mert három emberrel vagyunk. Na mindegy. Hát én úgy se esek ki, mert én nem tudok kiesni. Én azt hittem, a társunk kiesett, azért megnéztem. Kettő első van. A harmadik csapatból, meg a másodikból kieshetne valaki. Aha. Aha. Én úgy látom, hogy ott már kiesett valaki másodikból. Hát ez írtó nagy szívás. Ez akkor a final? Ez... Ja, ott van top 2 qualify. Na mindegy. Na mindegy. Az a durva, hogy úgy esünk ki, hogy amúgy kevesebben vagyunk. Ez nagy szemétség. Minek játszon az ember, akkor randomokkal squadot értem. Aszta. Hoppá, bling bling. Ott is a 3700 battle passos pont. És még kell 12 round. Na hát, mehet még egyszer. Hát igen, amúgy ezt jól látjátok, nem nagyon játszottam ez alatt az új battle pass alatt. Igen. De a jutalmamat azért begyűjtöm. Mert a kövi. Szia Renta, tetszik a Telekom? Na, örülök, örülök. Na jó, hát akkor Zakika helyett nyerte a nyereményt. Sebát, persze, hogyha itt van. Szia Plotnyik úr, szevasztok. Sebát a csaló, aki még a szavazás után adott. Mármint, hogy a nevezés után. Na hát, gratulál, Sebát, már is küldöm a nyereményedet. Na. Pervé, Sebát. És a kód. A kód úgy kezdődik, hogy DDJ2C. Na, sok sikert mindenkinek, hogy beaktiválja, srácok. Már csak a maradék 10 karaktert kell kitalálni, hát ez meg olyan, hogy az elég kevés lehetőség. Nem? 10 faktoriális? Vagy hogy van az? Mi? Tudom, nem vagyok én matematikus, srácok. Na mi van? Elfogytak a játékosok? Elfogyott a player base. Meg is nézem Steam chartson, hogy mennyire haldoklik a játék. Steam charts. Azt mondják, hogy a trending játék a Ball 3 Soccer Online. A negyedik pedig valami keleti. Fal, beírtam, hogy fal. Na, Fall Guys, aha, hát igen. Most már csak 4000 játékos van. Az a durva. Tudjátok, milyen nagyon durva? Májusban, amikor még
nem volt ingyenes a játék, 6000-en játszottak. Júniusban ingyenes lett, júliusban top játékos szám 30000 volt, augusztusban 14000, szeptemberben 8000, októberben 5000, és november óta 4000. Hogy még annyian se játszanak, így, hogy ingyenes Steamen. Jó, mondjuk, mert nem tudnak új emberek, nem tudják új emberek megvenni Steamen, ez érthető. Hát ja, mondjuk ez nem jó ez a Steam-es chart, mert tényleg új játékosok nem tudnak falgányzozni Steamen keresztül. Na mindegy, nyereményjáték van, már nincs. Az Akika biztos nincs itt, nincs itt, úgyhogy lecsúszott róla sajnos. Vártunk pedig, mennyit, hát ennyit nem is szoktam, 7 percet vártunk. Na nézzük. De jó, hát ott a Patrik. Istenem, az a Patrikos skin. Hát ezt meg kéne szerezni, nem srácok? Messze van. Szerintetek könnyű megszerezni a Patrikot? Hát az nagyon jól néz ki. Patrik rendel rögtön. Nincs benne a passzba? Na, hát akkor meg. Pláne könnyű megszerezni. Több van a... Na, szóval, hogy... Pénzből még több van, mint skillből. Úgyhogy még van esély. Juhi! Ich will verreisen! Jaj. Na bakker. Hát hogy segítem így a csapatomat? Jól van, hát... Én nem vagyok gyakorlatban. Régebben ez gond nélkül ment. Na, hogy kell ezt csinálni? Hopp! Na. Zsuty! Az a durva, elsebet. Nekem amióta ingyenes a Fall Guys, több kedvem van vele játszani, mondjuk. Nem azért van több kedvem, mert ingyenes, mert, hanem azért, mert most így adja. Tudtam veletek játszani, meg Adrékkal is nyomtuk. A Rocket League-ben nagyon tetszett az a Batman skin. Te nagyon rá vagy füve, komolyan. Na ugye, megint hárman vagyunk, és mind a három ember most bejutott. Ügyesek voltak. Én voltam az utolsó a csapat. Mi ez a kék fény? Én úgy emlékszem, hogy az ilyen műsor. Az műsor. Bűnügyi műsor. Így van. A Duna TV-n. Na, jó kis foci. Csak 10 labdát kell berúgni, és akkor arany jutalom lesz. Van-e még? Hát, hogy ne lenne? Ott van, ott a Patrik. Jó. Nyomod. Hopp. És te arrébb löptük, ne férjenek hozzá. Az nem jó.
Az, ne, na, az nagyon nem jó. Jó. Megfogják? Nem, de hát mit csinál? Jó, hát ide kell jönnöm, értitek? Hát van ilyen, hogy ide kell jönnöm. Most elhagyom a kaput, be fog menni a labda. Az nem jó. Nem jó. Aj, pedig itt is voltam. Most ez hogy fog bemenni? Most ott lesz mindenki védekezni. Két másodperc alatt. Á. Szevasztok, szevasztok. Nekem időszakaim vannak, van, amikor nagyon élem és folyamat játszok, de van, hogy jó pár hétig nem. Uh-huh. Amúgy nekem ez a passz tetszik. Na nézzük is meg. Valahogy sejtettem, hogy elmegyek a kapuból és így be fog menni a labda. Na, tehát... Azt mondjátok, hogy Patrik fizetős. Patrik, akkor már nincs is bent. Nincs bent Patrik. Hogy most ezek vannak a Battle Pass-ba, mint a Season Pass-ba. Cthulhu. Benne van a Cthulhu. December elején volt. Hát szomorú leszek. Én azt hittem, hogy köpött egyet. Amúgy meg sem néztem még, hogy mik vannak a Battle Pass-ba. Sírálj! Van farka. Na, ez amúgy elég klassz. Micsoda, meg lehet nézni? Wow, micsoda feature van itt, srácok, meg lehet nézni a győzelmi animációt. Ez a kis brekkencs amúgy menő, mint hátizsák. Ez a nameplate klassz. Wow! Sork. Jaj. Jaj, a csápok. Nem jött vissza. De olyan, mint hogyha ez a kis béka, meg ez az ananász, ezt már adták volna korábban. Ez a banán táska is amúgy ismerős. Szia, what the fuck. Ez amúgy nagyon vicces. Ez a bluff is. Azt nézd. Húzd. Bohóccal. Van egy vízipisztolyos övem. Mármint, hogy lehetne. Rákór kezek, aha. De jó. Ha
mondanom kellene eddig egy dolgot ebből a Battle Pass-ból, ez a csiga. Ez kell. És milyen jön Spongya Bob. Aztán, te menő! Hát, rögtön. De jó. Nem lehet, nem lehet. Pedig Spongya Bob, kocka nadrág. Ez meg beteg egy szápa. Nekem kettő. Jézusom, hát ez a nézd meg, hát ez ilyen világító skin, 165-ös szinten. Mert, srácok, mert a grind 165-ös szintre. Ilyet, ezek már olyan, mint a Fortis maxos Battle Pass-os skinek. Mármint a bónus Battle Pass, ilyen színezett, ilyen semmilyen. Ja, a 200-as biztos nem mennék, de a 165-ös az jöhet. Na, megyünk egy utolsót. Remélem, hogy nem egy perces lesz. Na. Egy squat show. A squat show a kis Dalekommal. Ja, a 175-ös az az animált, a skin az amúgy nagyon zsír. Ez jó pálya, ezt szeretem. Kéne szerezni még egy koronát. Mit szóltok ahhoz, hogyha a Forti alatt is, hogyha nyerünk, akkor... sorsolunk egy játékot. Mert... na, ezt a karácsonyos skint lehetett volna megszerezni, csak már nem tudom, hogy hogyan. Csak feldobta nekem a Twitter, de... hát én nem szereztem meg. De láttam, hogy meg lehetett volna szerezni. Édesisten, édesisten, édesisten! Jó, hát... hát ez elég szánalmas. Ennyire hátul vagyok. Epic Games Store volt? Aha. Sejtettem, hogy az arcomba tolja a golyót. Na. Hopp. Jó. Azt hittem lefejelem. Jó, ez csak megcirógatott. Hajrá, team, hajrá! De miért nem megy be? Mindjárt jelentem a csapattársamat. Hát ott ugráltak a bejárat előtt. Oh. Hogy lehet reportolni? Amúgy most kiesünk. Hogy ezt nem is nézem végig. És lehet, hogy most ezért nem kapunk jutalmat, de most ez nagyon bosszantó. Ez nagyon bosszantó. Na. Miért nem játszanak az emberek csapatjátékot? Ezért. Csak azt nem értem, hogy miért erőltetik ezeket a csapatjátékokat így, mint event, meg jutalom, meg ilyenek. Az ember csak felhúzza magát rajta még jobban.
Ja, ezért jár jutalom. Igen. Ez az event. Konkrétan arról szól az event, hogy játsz squadban. Minden játék, ilyen csapatjáték akkor jó, amikor még új. Akkor az elején még nagyon jó, és hogyha nem fékezi meg a kiadó, akkor ilyen lesz. Hogy hárman játszunk, aztán egyedül játszunk. Akik ugye egyedül maradnak, azoknak elmegy a kedve. Az event miatt játszózkodott? Aha. Hát ez írtó láki. Ezt elszúrtam. Siettem. Hú, de király lett volna azt elkapni. Hát ha elmegy a neted, akkor így jártál. Azért 20 meccsből nem 20 alatt megy el a neted. Ha meg elmegy a neted, akkor meg nem mész be, érted? Tudod, hogy szar a neted, akkor nem mész be játszani. Bemész csapatjátékra szar nettel és megbüntetek, akkor így jártál. De most a büntetés most mi, érted? Eltítanak egy negyed órára, vagy mi? Érted? Tehát, hogy így. Normális ember szerintem ezen nem sértődik meg, vagy nem tudom. Ja. Tehát, hogyha mit tudom én, 20-ból egyszer elmegy a neted, akkor az persze idegesítő. De azzal nem lehet mit csinálni. Sok ismerős öt anyáta rendelkezik, mit csináljon, de szeretem multisgame-en játszani. Hát, hogyha csapatgame-be megy be, és bemegy úgy mondjuk egy, mit tudom, egy rankedre, hogy szaranet, ezzel megszivatja magát és a csapattársait is, hát akkor most arra mit lehet mondani? Puzzle Path. Ez valami jó. De persze nem voltam ilyen helyzetben, mármint hogy nekem sose volt így komolyabb probléma az internettel, úgyhogy... Magas lóról könnyű magyarázni. Most figyeltem meg amúgy, hogy világítanak a rudaim. Hogy csúsznak? Ó, értem. Aha. Hát ez... Ez jó. Meg kell jegyezni az utat. Jó. Na és mi lehet az út? Mi lehet az út, ugye? Mert az nem volt az. A padlót kell nézni? És mit kell nézni a padlón? Oh!
ezt, mondjuk. Our illustrious champion returns. Welcome home. Aha. Ez nehéz. Akkor ez a jó. Aha. Köszi szépen amúgy. Köszi szépen. Szféra karcoló, köszi szépen a 17 hónap töretlen támogatásodat. Mint feliratkozott vadász, mint moderátor egyaránt. Peregjenek a szegek, srácok. Peregjenek a szegek. Amúgy ilyenkor, ha én Fall Guys fejlesztő lennék, akkor így, ha tudod, így elakadsz, akkor így az arcodba nyomnám, hogy kövesd a vonalat, és akkor nem lesz olyan, hogy meccs felénél rájössz, hogy rájössz amúgy, hogy nem is tudod, hogy mit kell csinálni. Az út zárva van, a holtak vájták bele a sziklába. Jó, de hát, hogyha a töltőképen, mit csinál az ember? Scrolloz a TikTokon, vagy scrolloz az Instagramon, vagy scrolloz a mit tudom én hol. Érted? Jó, hát én most nyilván nem azt csináltam. Én a chatet néztem, bevallom. Meccs közben is kiíratnám. Tehát, hogyha így látja, hogy el vagy akadva, vagy legalább meg tud nézni. Tehát, hogyha így nem nézted meg, akkor meg tud nézni, hogy mi van. Úgy skacok, peregjenek szélre karcolnak a szvegek. Mizu. Köszi szépen amúgy, tetszett ez a játékmód, ez tetszett. Ja? Én itt már bent se vagyok. Ha mostad el a játékszabályokat, akkor azt a tanyát mellé sorsolnám? Uh-huh. Hát jó, csak ez egy olyan dolog, amivel még tud valamit csinálni a hogy hívják a játék. Mert mi is volt az a játék? Most így nagyon agyalok rajta, hogy mi volt az a játék, aminél nyomtam egy elfegyet, aztán kiírta, hogy melyik mit csinál. Ja, tudom. Star Wars Battlefront-ban megnyomtam az F1-et, az kírta, hogy melyik gomban mit tudok csinálni. Amúgy az Overwatch-ba is kírja, ja. Na, intergalaktikus Super Ucsó, bemondtam, úgyhogy ez most már az. Ja, szóval szerintem normális gémeknél nyomsz egy F1-et, hogy melyik mi, és akkor így kírja. Tökéletes. Nem az előző volt az utolsó? De hát ennek gyorsan vége lett, Monix. Ez tényleg egy Dalek skin. Így van. És amikor megpillantottam, akkor nem tudtam ellenállni. Igaz, nem a bundle tettem meg, amiben az összes skin benne volt. Ez csak a Dalek maga. De ez a szuper utolsó. Szóval, ja, hogy de a Dalek az így egy olyan dolog volt, hogy ezt meg kellett vennem. És akkor így mehetek és mondhatom, hogy exterminate. Na, négyen vagyunk. Ilyen lezárás kell. Jaj, de jó, ugye? Összeütközni a többiekkel. Ja, leesni az még jobb. Ajj.
Az egy Grinch skin amúgy. Jó, láttam, hogy valakinek volt egy Grinch skinje. Ja, ezért mondom Piepo egyik, hogy nekem sajnos nincs ilyennel tapasztalatom, úgyhogy könnyű okoskodnom. Amíg nem látom a másik oldalt. Amúgy elírtad. Nem 15-et akartál élni Piepo egyik? Hoppá, Andrea 180 beért, úgyhogy most már csak az Assassin's Creed kell. Hát amióta nekünk telekomos internetünk van, azóta esténként szokott néha para lenni, de napközben minden oké. Kivéve amikor országos szintű problémák vannak. Na, őt kell reportolni amúgy. Így nyomom, Y-on, megnyomtam. Kökörítem, visszafele ment. Ott egy mézi, remélem látjátok. Nekem szerencsére mindig csak jó internetem volt. Úgyhogy emiatt nem panaszkodhatom. Panaszkodhatok. Úristen. Hoppá, renta. Miket meg nem oldalt apukád. Jaj. Ezt meg kell néznem. Mennyire fúj a szél. Na ide áll. Ja, hogy itt még mozognak is ezek a cuccok. Ezt itt bekempelem. Gáz van, ráugrunk. Jó, egy társunk már kiesett. Ezzel nem tudtam mit kezdeni, egyszer csak egy rám fordított lúgy. Pedig amúgy nagy taxit emellett állni. Így nem gondoltam, hogy így. Én azt hittem, hogy mindenféleképpen charge-ol. De így csak simán lögdösődött, ezt nem tudtam, hogy ilyet is tud. De szerencsére Andrea lekerizte. Tehát aztán a felolról Little Hotspotként 79 MS, ha jó időnk van lolba. Fortiban néha a tagjaim kb. 30 órából 15-20 perc. Aha. Ezi azt próbáltad Spencer? Persze nem tudom, hogy mennyire opció. Androidos telefonon például van arra lehetőség, hogy ne Wi-Fi hotspotot használj, hanem szimplán a telefonodat beledugod úgy a gépbe. A töltő kábelen keresztül, és akkor még a wifi-s delay sincs benne. Hát ha az úgy jobb eredményeket ad. Én annó úgy használtam. Jó annó. iPhone-on keresztül is lehet kábelen használni mobilnetet? No. Első! Srácok! Első!
azért haltam meg, srácok, hogy láthassátok, hogy Andrea 180 micsoda taxot nyomat. Látjátok? Látjátok Andrea 180-at? Én valójában csak szerettem volna nektek mutatni, hogy elképesztő. Elképesztő playeket lehet itt amúgy nyomni. Nagyon tetszik. Tehát, hogyha nem halok meg, akkor ezt nem tudjátok. Szóval megköszönhetitek. Aha, jó. Itt én úgy érzem, hogy valami... Hát nem tudom, valami buli van. Kidugta a kis buksiát. Az, na, most legalább megnéz. Az egy Grinch. Van Grinch, és nekem nincsen. Fú. Miért nincs Grinchem, srácok? Ezt meg kell néznünk. Ott van. Tehát itt a Grinch. És még némprét is van hozzá. Édes Istenem. Édes Istenem. Ne! A Grinch nem halad meg. Ja, ez amúgy jó hely, ahol a Grinch van. Ez elég magasan van, ugye? Jaj, de jó, ez a Maze skin is amúgy. Nagyon jó. Nagyon jó a Maze skin. Amúgy. Ez nem lesz gáz? Mondjuk elég magasan van. Andrea, nyomja neki. Hárman is bent vannak a csapatból, csak én estem ki. Hát ez szép volt. Szép volt. A csapat lekáriztem. Andrea Kári volt. Na hát ez a csöves álom, ez jó lesz. Jó, szeretem ezt a csöves álmot, bár ahogy láttátok az előbb, annyira nem ment. Na nézzük. Ja, ez nagyon durva volt, amit az előbb csinált. Előbbi pályát csinált, ez nagyon jó. Ott egy síelő kis hóember van a csóka. Buksián. Hát ezt nagyon rosszul oldottuk meg, nem baj. Csak ne hibázzunk ugye többet. Bob X Freddy is bent van. Jó. Ezt elengedjük. Woohoo!
Az a gond, hogy kiesünk, mert bénáztam mi. Jó, így már nem esünk ki. Az volt a srácnak a neve, hogy Cat Fisto. Cat Fisto, nagyon tetszik. Na, hajrá, meg lesz, szuper fanat. Meg lesz. Meg lesz, én érzem. 6 másodperc. Jó, ez már nem lesz meg akkor. Nem érzem. De legalább mi bent vagyunk. Tehát ez 1v1 csapat. Mármint, hogy 4v4. Nem? 4v3? 4v3 esélyesek vagyunk? Na, mit kapunk finálisnak vajon? Jump Showdown. Ezt a játékmódot is szeretem, független attól, hogy amúgy nem megy. Jó, hát ők meg ugye együtt voltak, és direkt megfogott, hogy leejtsem. Igazából láttátok, hogy ők egy olyan csapat voltak, akik így ezt így vágták. Beáldozta magát a srác. Tehát, hogy ez ellen amúgy nem nagyon lehet mit csinálni. Amikor így megfognak, így visz téged a rút, és így leesel. Tehát, hogy ezzel sajnos nem lehet mit csinálni. Ők meg így húzták az időt. Full BM-be. Szomorú. Négyen voltunk. Én voltam az utolsó túlélő a csapatban. Na, mutasd a jutalmakat. Hát legalább bent voltunk a fináléba. Bent voltunk a fináléba, és legalább meg tudtam nektek mutatni ezt a delekes skinemet. Tök jó. A challenge-ekkel amúgy annyira nem haladtunk. Ezzel meg pláne nem. Hogy is lehet megnézni? Ez az. Aha. Ó.
Micsoda jutalom van amúgy a maratonér. Jól van. Skacok. Hát mára ennyi lett volna a Fall Guys az első. A legközelebbi Fall Guys biztos, hogy nem 3 hónap múlva lesz. Bocsi, hogy elhanyagoltam. Nem tervezem többet hanyagolni. Ha jön valami új Class 7, akkor azt mindenféleképpen legalább megmutatni szeretném, hogy milyen, hogy miket kell csinálni. Ez a dolog, hogy így mit tudom, gyere vissza kedden, hogy legyen még több challenge elérhető. Ez nem szép dolog. Amit a Fortnite-tel is csináltak, hogy már csak az adott heti questeket lehet megcsinálni. Nem szimpatikus. Persze értem, akkor a játékos visszatér a játékhoz, de vannak játékosok, akiknek meg ettől elmegy a kedve. Na mindegy, ilyen volt a Fall Guys adás, 2023 első Fall Guys streamje. Remélem, hogy tetszett nektek, srácok.